A második világháború utáni hiperinflációt követően 1946. augusztus 1-én vezették be a pengő helyett a magyar forintot. Stábunk felkereste Kronászt Margit, történész, muzeológust az Intertüze Múzeumban, hogy felidézzük a magyar pénznemek történetét. A forint születésnapja kapcsán én kettő pénznemet gondoltam megemlíteni, a koronát, ami az 1900-as évek elején volt még a fizetőeszköz az országban, ezt 1927. januárjával váltotta fel a pengő. Ennek még volt egy olyan előzménye, hogy 1924-ben létrehozták a Magyar Nemzeti Bankot, amikor megszületett a törvény is arról, hogy egy új fizetőeszközt fognak bevezetni. Ez lett ugye a pengő, ami különféle címletekben jelent meg, illetve nem csak banki egy, hanem pénzérme formájában is. A történész hangsúlyozta, több célja is volt az új pénznem bevezetésének. Az új forintnak a bevezetését ezt 1946. augusztus 1-ére időzítették, ezért ekkor ünnepeljük a forintnak a születésnapját. Egy érdekesség, hogy az egyik legelső ekkor megjelent bankjegyen egyébként a június 3-ai dátum szerepelt, de hivatalosan ugye csak később kezdték el használni. A napválasztásnak is volt egy olyan oka, és az volt a fő ok, hogy a termények eddigre már a magtárakba kerültek, a nagy része ugye bekerült, és azért a gazdák a terméseket már az új pénznemán tudták értékesíteni. Fontos cél volt az új pénznem bevezetésénél az is, hogy egy értékálló forintot tudjanak létrehozni, és hogy megnöveljék a hazai valóta iránti bizalmát a lakosságnak. Kronászt Margit elmondta, annak ellenére, hogy az 1990-es, 2000-es években kivezeték a fillért és az egy és két forintos érméket, Továbbra is számos gyűjtői darabbal találkozhatunk a mindennapokban. 1990 és 2011 között voltak forgalomban a magyar köztársasági veretek. Ennek az időszaknak a legfőbb jellemzője az, hogy kivezették a fillért, ami a forintnak is a váltópénz alatt, illetve később kivezették az 1 és 2 forintos, bevezették a fizetési folyamatban a 5, az 5 forintra való kerekítést, annak ellenére is, hogy az árakban továbbra is megjelennek ezek az úgymond tört árak, hogy egy forint, két forint, kilenc forint, ugye ezeket kell kerekítenünk. A történész hozzátette, az Intelciza Múzeum gyűjteményében rendkívül sok olyan különleges pénzérme és bankjegy található, amelyeket a gyűjtők ajándékoztak az intézmény munkatársainak.